Sziasztok! A mai videóban egy szuper DIY ékszerötletet hoztam nektek. Biztos van otthon valami olyan ruhadarabotok, vagy esetleg ékszeretek, amit már nem hordtok azért, mert nem tetszik, vagy kiment a divatból, vagy már nem jó rátok, de nem szeretnétek kidobni őket, mert már szentimentális jelentőséggel bírnak. Nos, akkor ez a videó nektek szól, ugyanis ma megmutatom nektek, hogy hogyan készítettek el egy olyan nyakláncot, amivel hasznosítani fogjuk ezeket a darabokat, vagy legalább egy kis részét, hogy újra egy divatos ékszert kapjunk belőlük. Ez az ötlethez szükségetek lesz mindenféle gombra, amit ugye le tudtok szedni régi ruhákról, amitől aztán most már végre megválhattok, de ugye az emlék az továbbra is megmaradt tárgyi formában, csak ezután már nyakláncként tudjátok viselni. Használhattok hozzá régi ékszereket is, én például egy fülbevalót fogok belerakni ebbe a nyakláncba. Ezen kívül kell majd nekünk hozzá valamilyen filc anyag, választhatok olyan színűt, ami passzolni fog a gombokhoz, vagy az ékszerhez, amit használtok, én azért választottam zöldet, kelleni fog nekünk még egy ilyen kis bőrmadzagocska, és persze a jó öreg ragasztópisztoly. Úgyhogy remélem kíváncsiak vagytok, már tartsatok velem! Elsőként egy hasonló módszerrel készült nyakláncot a filcre helyeztem, és átrajzoltam a felső ívét, hogy tökéletesen illeszkedjen a nyakunkhoz. Ha nincs ilyen formájú ékszeretek, akkor tegyétek az anyagot a nyakatokra, és úgy alakítsátok ki a megfelelő ívet. Ezután megterveztem, hogy milyen végeredményre is vágyom. Felrakosgattam a kellékeket az anyagra, hogy lássam, mi is az elképzelés. Következő lépésként minden darabot egyesével felragasztottam ragasztópisztollyal. Mivel főként gombokkal dolgozunk, ezért akár fel is varhatjátok őket, ha nincs ragasztópisztolyotok. Ezután nagyjából körbevágtam a díszeket, hogy könnyebben tudjak vele dolgozni. Figyeljetek arra, hogy az anyag két oldalán hagyjatok egy kis extra helyet, amire a bőrszarakhoz lesz szükségünk. Majd igyekszem teljesen eltüntetni a filcet, így a gombok alatt mentem végig az ollóval, hogy a lehető legprecízebb végeredményt kapjuk. Ezután mindkét oldalt kirajzoltam egy kis köríves formát, majd ezt is körbevágtam. Ide fogjuk befűzni a bőrt. Ehhez egy nagyobb tűvel átlyukasztottam az anyagot, majd egy kis ollóhegyével megnagyítottam azt, és átfűztem a zsinort. Ezután ebből visszahajtottam 1-2 centit, majd egy cérnával körbetekertem néhányszor, megkötöttem és a felesleges részeket elvágtam. Ugyanezt ismételtem meg a másik oldalon is, hogy rögzítsük a zsinort. A felső részen a kapcsoló kialakítását hasonló módszerrel fogjuk végezni. A kapcsológombunk nagyságához igazítva csináltam egy hurkot, amit megint körbetekertem cérnával, megkötöttem, majd levágtam a felesleges részeket. A másik oldal nagyságát először hozzáigazítottam a már elkészült oldalhoz, visszahajtottam belőle egy kis részt, majd ugyanúgy körbetekertem cérnával, ezúttal teljesen, itt nincs szükségünk hurokra. Ezután erre a részre felvartam a gombot, így el is készült a kapcsolónk és az egész nyaklánc is.
Remélem tetszett nektek, és ki fogjátok próbálni, hogy egy szuper egyedi nyakláncot kapjatok. Találkozunk legközelebb, sziasztok!